Dicsértesik, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon. Hallgassuk evangéliumot, mit mond nekünk ma az egyház evangélium keresztül. Márk evangéliumából. Első fejezet, 40-45. Egy leprás jött hozzá. Térdre borult előtte, és így kérte. Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan, szigorúan ráparancsolt, és elküldte. Vigyázz, ne szólj róla, egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld föl tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot bizonyságol. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé híreztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább további csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen tódultak hozzá. Kedves testvérek, egy érintésnek mekkora ereje van. Jézus megérintette a leprás embert, akiről most tanulságot tesz az evangélium, és ez az érintés meggyógyítja egy leprás leprást. A leprától megtisztul. Hirdekes, hogy egy érintés milyen erővel bír, különösen amikor szeretettel. Én biztos vagyok abban, hogy ez a leprás soha nem gondolta magában, hogy valaki is fogja őt érinteni valamikor. Mert annak idején mi tudjuk, hogy a leprásoknak egyáltalán nem volt helye a társadalomban, külön kellett élnie, élniük most is nem más a helyzet különböző országokban. Indiában most is vannak leprások, én többször is találkoztam velük. Vannak növérek, akik ápolják őket. Mi most már, ma, már a tudomány világosan magyarázza, hogy vannak lepra, amit amit tovább terjedhet, ha érintéssel, vagy éppen ha valami érintkezéssel, érintkezésbe kerül a leprás emberrel. Vannak azonban olyan lepra, amit nem, nem terjed tovább. Vagyis mondanám, nem fertőző, mondjuk így. De mégis az emberek valóban félnek a lepra embertől. Itt meg egy olyan ember térdre borulva könyörű, ami, ami nagy bátorságot kell, hogy a nyilvánosságra jöjjön valaki és kérni, hogy, hogy ha akarod, akkor megtisztítatsz. És Krisztus pedig megérintette őt, és meg is tisztul a leprától. Érintés. A szeretet érintésnek nagyon nagy ereje van. Amikor Krisztus Megérint valakit, ő bizony testileg, lelkileg, szellemileg, az egész létével, vagy a létében meggyógyul. A mi érintésünk milyenek? Tehát több szempontból lehet érinteni az embert. Szeretettel lehet érinteni, egy jó mosolyjal lehet érinteni, egy jó szóval lehet érinteni, egy befogada gesztussal lehet érinteni, amikor Krisztus megérintette őt, az egy befogadó ha embernek tartó gesztusa volt. És maga az a gesztus nagyon sokat számított, és nagyon sokat hozzájárult ahhoz, hogy gyógyuljon lelkileg is. Valamikor a mi érintésünk meggyógyítja egy másik embert, az embernek a szívét, ahogy mi befogadjuk őt, ahogy ami mi hozzáállásunk, a kedves szó, akármit is. Tehát az érintés nagyon-nagyon fontos. Például egy többször tapasztalta, amikor valaki meghal egy családban. Nagyon közel álló valaki, vagy éppen férj, vagy feleség, vagy éppen gyermek, vagy barátja. Nem kell ilyenkor sok szóval mondani sok mindent, hanem egy szeretetteljes érintés sok mindent közvetíthet. Nekem ez a tapasztalatom, amikor a vállára teszem a kezemet, és egy kicsit simogatom, vagy éppen éreztetné vele, hogy valóban együtt érzi vele, és az ő fájdalmaiban én is részt veszem, és számítani lehet rám. Ilyen egyfajta, ilyen egyfajta érzés lehet kelteni, az nagyon-nagyon erős érzés ez, mert nagyon-nagyon fontos az érintés. Ugyanakkor az érintéssel lehet bántani, tehát például egy nagyon rossz szó, ami megérinti a másik embernek a szívét, rosszul és nagyon mélyen megsebezheti szavakkal, vagy éppen egy olyan e, nézéssel, kemény vagy akármit is. Időnként tudatlanul is az ember követi ilyen dolgokat, bár nem nem akarunk, de mégis. Szóval ezzel tönkre tud tenni egy embernek a napját, vagy éppen több napját. Egy házasságban, meg közösségünkben, baráti körben, időnként ez történik. Tehát az érintésnek van egy, egy pillanata. Helyetlenül, ha érintjük, akkor az valóban bántani fogja ezt az embert tehát már mind kellő módon, kellő időben kell érinteni. Erre szükség van egyfajta bölcsességre az embernek, hogy milyen érintésre lenne annak az embernek szüksége. Lehet egy ölelésre van szükség, lehet, hogy egy mosolyogra, vagy egy mosolyra van szükség, vagy éppen egy jó szóra, vagy éppen úgy érinteni, hogy mellett ott ül és hallgat. Kedves testvérek, a Érintés olyan legyen mindig, hogy a másik embernek a javára és gyógyulásra váljon. És mind a két oldalról szem közelítve, akár az érintésünk jóra fordul és örömet okoz, vagy éppen gyógyulást hoz, vagy fordítva a mi érintésünk, ha nagyon-nagyon bántja a másik embert, mindkét esetben az, aki megkapta az érintésnek a, a gyümölcseit, vagy jó, vagy rosszul, ez nem tudja tartani önmagában. Ezt lehet látni itt. Jézus ráparancsolja a leprásnak, hogy egy szót se, se szabad mondani másoknak. És mi történik, ahogy hallottuk az evangéliumban? Abban a pillanatban, amikor kimegy, azonnal híresztelni kezdtek mindenkinek. Tehát ezt az örömöt nem tudta egyáltalán tartani önmagában, ezt meg kellett osztani másokkal. Én biztos vagyok bennem, hogy Krisztus bár ő neki elmondta, vagy parancsolta, hogy nem mondjon senkinek semmit, mégis ő elmondta, de ő Jézus megbocsájtotta neki, mert tudja, hogy ezt az örömet nem tudja önmagában tartani. Egyszerű emberek megosztotta másokkal, úgy, mint ő, mert ekkora nagy dolog történt vele, és az megosztja másokkal, hogy mi történt vele. Ez a örömnek a megosztása. Másik szempontból, akiket bántja az érintéssel, annak is szüksége van Megosztani másokkal. Nem jó, és nem szabad önmagukba zárkozva, önmagunkba tartani ezt a bánatot, hanem valóban meg kell osztani valakivel, vagy éppen egy lelki atyával, vagy jó baráttal, valakivel azt meg kell beszélni, mert ez nagyon nagy e, e, negatív hatással bír, ha azt önmagunkba tartjuk. Ezért ennek is meg kell osztani. Tehát akár jó, akár rossz az érintésen, amit ami történt, ez meg kell osztani. Ez mindig jó. És a második esetben természetesen ott is van egy lépés, bár az rosszul érintette neki Mindkettőnknek Bocsánatot kell kérni, amikor észreveszi, hogy ezt elén megbántottam valakit, az én érintésemet, érintésemet nem, jól, nem volt jó másiknak. És aki meghabta ezt, annak is meg kell bocsájtani, annak, aki ezt megtette vele. Tehát ott egy lépés tovább meg kell bocsájtani. Úgy, ahogy Krisztusi megbocsájtotta annak az embernek, amikor bár mondta, hogy ne mondjátok senkinek, ne mondja senkinek, mégis elmondta, biztos vagyok abban, hogy Jézus megbocsájtotta neki, ugyancsak nekünk is, a rossz esetben is meg kell bocsájtani egymásnak is. Így mindig a jó, jó uralkodjon bennünk. Ezt kívánom nektek, hogy jó Isten adjon bölcsességet, hogy érinteni tudjuk az emberek szívét jóra, jó módon. Tehát ami, ami gyógyulást hoz, amit életet fokasz, akár szavainkkal, akár cselekedeteinkkel. Dicsértessük a Jézus Krisztus!